Felmelegedés várható, ezért a későbbiekben nehezedhet a helyzet kisteleki szőlőben. A Matróz utcán kialakított ároknak köszönhetően a belvíz probléma egyelőre megoldódni látszik. A szakemberek folyamatosan dolgoznak és figyelik az időjárási előrejelzéseket. Tegnap estére elkészült az árok, amit 4 napja építettek, és levezetett egy, azt mondják a szakemberek, 15 ezer köbméternyi vizet, és épül a puffer tartály egy 2000 köbméterre záportározó is, és onnantól már holnap elérik a Lejtő utcát, ahonnan le tudja szedni a vizet, tehát ez a rész is úgy néz ki a héten, megoldódik ezzel a csatornaépítéssel. Kisteleki szőlőben a Gyík utcán az út már járható, holnap a szakemberek nyírszőlősben, az Izabella közben dolgoznak a gépekkel, várhatóan 2 nap alatt azzal a résszel is végeznek. Most Nyíregyháza a legveszélyeztetettebb területe a Pipacs utca és Kisteleki szőlő Szeder utcai része. Ott egy közel 1400 méteres, hasonló csatorna épülne, mint a Matróz utcán. Ehhez minden olyan céget felhívtunk, akik rendelkeznek ilyen gépekkel, hogy segítsék a munkát, tehát egy csatornát is több helyen tudunk elkezdeni. Ezzel tulajdonképpen a legveszélyeztetettebb helyeken a fő gerincvezeték elkészülhet, amihez persze utána sok mellékágat kell még bevezetni, illetve hát még záportározókat is kell készíteni, kialakítani, de nagyon igyekszünk, hogy kihasználjuk ezt a jó időt, ami most van, nem esik, és remélhetőleg ezt be tudjuk fejezni úgy, hogy ha jön egy következő hullám, akár eső, akár hó, majd olvadás, az már ne okozzon ilyen problémát, mint amit most tudott. A kármentési munkálatok a jövőben is folytatódnak, a lakosság a csatornahálózat további építésére számíthat.